Sejtmagvizsgálata pletyka növénylomlevélem. Felhasznált anyagok és szükséges eszközök. Pletyka növénylevele, káliumjodidos jódoldat, tárgylemez, fedőlemez, szűrőpapír, cseppentő, bonctű, csipesz, mikroszkóp, víz. Kísérletmenete. Készíts pletykanövény lomblevélből bőrszöveti epidermis nyúzatot. Tedd a nyúzatot a tárgylemezre, cseppentsünk rá vizet. Fedd le a nyúzatot, és vizsgáld meg mikroszkópban. Cseppents a fedőlemez mellé egy csepp káliumjodidos jódoldatot. Szivasd át a festékoldatot szűrőpapírral a fedőlemez másik oldalán. Magyarázat. A bőrszövet sejtjei szorosan tapadnak egymáshoz. A sejtmag az eukarióta sejtek fő szervecskéje, az anyagcsere irányításának élettani központja és a sejt öröklődő információinak hordozója. A sejtmag jobban látható, ha káliumjodidos jódoldattal festjük meg. Erősen megfesti a sejtmagot, mert a DNS-hez kötődik a jód. A sejtmag barnára, a citoplazma halvány sárgára színeződik. A sejtmag körül sárga gömböcskéket látunk, ezek fehérje zárványok.